Köszöntöm a Porta nézőit, stúdiónk vendége Gyuricza László, Kerepes október 13-án megválasztott polgármestere. Polgármester úr, köszöntöm a Régió Plusz Televízió stúdiójában. Köszöntöm, köszöntöm a nézőket. Polgármester úr, 6 jelölt volt Kerepesen október 13-ai választáson, és a 6 jelölt közül ön nyerte a választást, így 36%-os támogatottsággal. Ilyenkor azt szokták mondani a kukacoskodók, hogy ugye a teljes választásra jogosultak számához képest ez egy ilyen 18%-os támogatottság. De gondolom, igen, így is lehet számolni, sokan számolják így, és gondolom, hogy a politikai riválisai is szeretik így számolni, de hát gondolom ön az összes kerepesi polgármestere szeretne lenni. Természetesen én is hallottam ilyen felhangokat. A kampányban már kommunikáltam azt, hogy a Kerepesen lévő elég érdekes közbeszédet én nagyon szeretném megváltoztatni, és ezen gondolatmenet mentén nem foglalkoztam ezekkel a megjegyzésekkel, és rögtön a kampány megnyerése után, bocsánat, már előtte is leírtuk azt, hogy mert csapatom nevében beszélek, a teljes testületnek a nevében beszélek, leírtuk azt, hogy mi, miután vége a kampánynak, baráti jogközet szeretnénk nyújtani mindenkinek, aki Kerepesváros érdekében pozitívan tud velünk majd együtt dolgozni. Ez teljesen korrekt és teljesen természetes. Azt tudja, hogy történelmet írt? Győzelmével? Kerepesen? Nem. Nem? Remélem. Hát én abban az értelemben mondom ezt, hogy nem volt még Fidesz-KDNP-s polgármester a településnek, mondjuk így, de a városnak ugye 2013 óta város Kerepes, tehát ez egy unikum ilyen szempontból. Igen, remélem, hogy 5 év múlva is hasonlóképpen fogunk gondolni erre az időszakra, hogy... Ennyire előre gondolkodik már? Hogyne. Természetesen. Ezt az 5 évet ezt úgy szeretné, hogy bizalmat újra megkapja 2024-ben? Én úgy gondolom, hogy jövőképet kell építeni, és azt nem csak 5 évre kell, hogy szóljon, hanem tovább. Az, hogy velem, testülettel, egyáltalán a Fidesz-KDNP-vel, ez természetesen a jövő zenéje lesz a városnak, viszont az, hogy azon vonal mentén, amit most ebben a vonal 5 évben lefektetünk a városnak, azon vonal mentén szeretném, hogy tovább felüljön Kerepes, és most lényegtelen. Jó, ebben majd belemegyünk a részleteibe ennek a fejlődésnek, vagy elképzelésnek, vagy az ígéret beváltásának, ugye a választási kampány során elhangzott ígéretek beváltásának. Megalakult a testület, 12 tagú a testület. Igen. Ugye a polgármester és 11 képviselő, ebből 8 egyéni körzetben szerzett mandátumot, és 3 listáról szerzett mandátumot. Igen. Van 2 alpolgármestere a városnak. Igen. Mind a 2 főállású. Nem. És az... Bocsánat, nem. Egy főállású és egy társadalmi. Tehát a külsős alpolgármester társadalmi megbízatású? Így van. Akkor ezt, ebben én tévedtem, akkor ez így rendben van. És miért kellett külsőst? Akkor ezt kérdezem inkább. Tehát ugye ott a 12 tagú testületét a polgármestert leszámítva 11 fő, egy fő megkapta a főállású alpolgármesterséget, és egy külsőst vont be. Így van. Ennek mi volt az oka? Egyszerű oka volt. Nekem az a véleményem, hogy az elmúlt 30 évben roppant fékezett habzáson működött Kerepes. Az a fajta fejlődési lehetőség, ami most megadatott a város számára, egy nagyon komoly csapatmunkát igényel, és ehhez nekem mindenféleképpen szükségem van segítőkre. Én nem tudok rengeteg felé szakadni. Jelenleg egy aránylag alacsony létszámú önkormányzat üzemel Kerepesen, és azoknak a terveknek a megvalósításához, amiket kitűztünk magunk elő, és én úgy gondolom, hogy jó eséllyel tudjuk érni, szükség van egy olyan csapatra, akik engem támogatnak, és ehhez van szükség 2 polgármesterre. Azt én értem a 2 polgármestert, azzal nincs is gond, hogy a városnak 2 polgármester nem egy luxus gyakorlatilag, hanem az, hogy a testülettagok között nem volt olyan, aki erre alkalmas lett volna. De nem bántva természetesen a külsős vagy társadalmi megbízatású alpolgármestert, hanem hogy ez mind okolja ezt. Szakmailag esetleg többet tud hozzátenni kívülről? Természetesen. Természetesen szakmailag, kapcsolatrendszerileg, igen. Ez egy józan döntés volt, és én úgy gondolom, hogy egy sikerorientált vonal mentén, ha tudunk működni, akkor ezt a döntést nekem meg kellett hoznom, és ez természetesen... Jó, nincs ezzel semmi probléma, csak rákérdeztem, mert általában belülről szoktak elsősorban körülnéznek a testületi vagy képviselők között, és onnan választanak, ebben az esetben nem, ez történt, nincs ezzel semmi gond. Nem árulok el titkot, a kerepesi Fidesznek a elnöke lett a külsős polgármester, aki nekem a kampányfőnököm volt, és kommunikációs tekintetben igen-igen segítette a munkámat, és jelen pillanatban is támogatta. Akkor még egy utolsó kérdés ezzel kapcsolatban, a belső ellenzék, mármint az a 4 fő, aki nem a Fideszhez tartozik, ugye mert 8-4 arány van, tehát igen, 8 Fideszes, Fidesz-KDNP-s képviselő, és 4 nem. Nem zúgolódott ezért? Nem is a személy ellen, hanem a létszámbővülés ellen volt kifogásuk. Én úgy gondolom, hogy egyéb területeken pedig a Fidesz-KDNP-t képviselő képviselők zugolódnak hasonlóképpen és hasonló létszámbővülés kapcsán. Én ebben nem látok kivetni valót. Inkább az anyagiak, amik előjöttek, hogy ez mekkora költség lesz a városnak. Én ezt nem így látom. Tehát azt a alacsony szintű működést úgy anyagi tekintetben, mint jövőkép tekintetben csak egy ilyen extra bővüléssel lehet megoldani, ami sokkal nagyobb hozományt fog majd biztosítani a városnak, mint jelen pillanatban. Jó. Folytassuk azzal, milyen örökséget vett át Franka úrtól. Ugye, aki nem indult ezen a választáson, tehát úgy indultak 6-an, hogy ő nem indult, nem volt a 6 között. Így van, Franka Tibor a kampányban nyilvánosan lemondott a javamra, és egy jó viszonnyal zártuk ezt az időszakot, és én kezdtem az új időszakot. Mit hagyott hátra? Jót, rosszat, mind a kettőről beszélhetünk. Természetesen mind a kettőt. Egy igen szerény kasszát hagyott hátra, tehát azt tudni kell, hogy ebben az évben volt egy jelentős építőipari beruházás Kerepes városában, több utat építettek, és sajnos igen jelentősen kiürítette a városkasszát. Ennek függvényében ugye, talán nem meglepő, hogy egy év végére ilyen helyzetbe kerültünk, hogy kevés a pénz a kasszába, amik azóta már előjöttek, és ezt mondhatni úgy a köznyelvkő csontvászként szokta megfogalmazni. Igen, vannak ilyenek is, amikre nem számítottam. Ugye volt egy átadás-átvétel mindenhol a városvezetők között, és abban vannak konkrét tételek, vannak összegek, azóta már előkerültek olyan tételek, amik ebbe az átadás átvételbe nem szerepeltek. Ez egy komoly feladat. Előkerült egy olyan tétel is, ami sajnos igen jelentősen befolyásolhatja a jövő évi költségvetésünket. Ezt a tételt én megpróbálom kezelni. Mekkora tétel az egyik, mert lehet ezt számszerűsíteni? Igen, lehet számszerűsíteni, ez egy 220 millió forintos tétel. Jó, működést befolyásolhat, vagy fejlesztést befolyásolhat? Fejlesztést. Tehát a működés biztosított lesz. Biztosított lesz, igen. Tehát mindenki meg fogja kapni a fizetését, aki igen. Az önkormányzat alá tartozik, minden intézmény, minden igen. Intézményben dolgozó. A fejlesztésekkel lehetnek gondok? Hát azt a fejlesztési ütemet, amit első körben gondoltunk, azt természetesen egy kicsit át kell gondolni. És ez milyen fejlesztés, milyen jellegű? Közúti fejlesztések, vagy milyen infrastruktúra, melyik részéhez tartozó fejlesztések? Minden. Több hiányosság van Kerepesen belül, úgy a közút, úgy az egyéb infrastruktúrális fejlesztések, akár az intézményeinknek a fejlesztése, esetleg munkaerőpótlás, tehát gyakorlatilag mindenre kihatással lehet, de én nagyon remélem, hogy egy másik vonallal ezt sikeresen ki fogjuk tudni váltani, illetve megpróbálom átütemezni úgy ezt a költséget, hogy ne csak 2020-ra csapódjon be, hanem eloszoljon erre az 5 évre. Tehát akkor az elkövetkezendő évek, gyakorlatilag 2-3 év is tulajdonképpen rámehet még egyenesben Kerepesnek ilyen formában a költségvetési egyensúlya? Ezt nem állítanám, hogy ennyire sarkosan, hogy egyenesben, mert egyenesben van, csak az a fajta fejlesztési ütem, amit mi szeretnénk, az a dinamizmus. Az nem tud olyan erős lenni, mint ahogy első körben gondoltuk. De nem ennyire rossz a helyzet, mert ami még nem volt Kerepesen, tehát egy pályázatírói iroda, az most novemberben megvalósult, profi szakemberrel, és én úgy gondolom, hogy azokat a forrásokat, amit egyébként is lehetőség bevonzani, minden városban, minden településre, amennyiben megvan a megfelelő szakmai támogatásra, akkor ezeket be tudjuk vonzani, és ebből lehet egy olyan másodvonalú fejlődés, amit jelen pillanatban forintálisan konkrét produktunk tekintetében nem tudok megfogalmazni, mert hát még nincsenek kiírva, de hiszem azt, hogy nem csak kompenzálja, hanem magasan meg fogja majd haladni azt, ami most egyébként kiesik, és muszájból kiesik. Most ebből a szempontból azért olyan jó helyzetben van, jobb helyzetben van, mint néhány társa itt a környéken, hiszen kormánypárti polgármester. Igen, igen, nem tagadom, hogy én ezt a kampányban is kommunikáltam. Nagyon remélem, hogy a mondhatom így mögöttem lévő erőt én pozitívan tudom majd bevonzani a város életébe. Igen, sőt, rossz nyelvek szerint ugye azt mondják, hogy azzal, hogy Budapest a Fidesz-KDNP számára elesett, gyakorlatilag nevezzük így, ezért, vagy mondjuk így, ezért könnyen elképzelhető, hogy más települések, ahol viszont előre tört a Fidesz, vagy átvette a, nevezzük úgy, hatalom, rossz szó, az irányítást, jobban járhatnak. Esetleg Kerepes is? De hát, tartozhat ebbe a körbe? Mit kéne fejleszteni Kerepesen gyakorlatilag, amihez mindenképpen kell majd egy kormányzati segítség? Én úgy gondolom, hogy profita szóljon önből, meg azokból az emberekből, akik így gondolkodnak. Nyilván természetesen pozitív vagyok. Az, hogy konkrétan mit kellene fejleszteni, gyakorlatilag mindent. Kivéve talán a bölcsődét, mert a bölcsünk az annyira professzionális, hogy azzal különösebb gond nincs. De most kezdődik az iskolának az átépítése, úthálózatainkkal problémák vannak, hiányosságok vannak, csatornázási hiányosságok vannak. Ebből adódóan a teljes vízrendszernek egy átalakítása lesz szükség. Óriási tempóban növekszik a város lakossága, egymás után épülnek be a belterületek. Ez ugye azt jelenti, hogy az autóállomány is a városon belül egyre több. Ez minden reggel, minden délután látja a városnak a lakossága, hogy baj van. Ennek van egy eléggé jól kalkulálható, én úgy gondolom, hogy város tekintetében igen negatív jövőképe, tehát szükségünk lesz egy olyan extra autós közlekedés levezető pontra, ami számunkra még egy nagyon komoly infrastrukturális fejlesztést is magába foglal, ráadásul a Hungaroringgel együtt egy fejlesztés. Igen, itt felmerül a kérdés, mondta ezt, hogy települnek ki, és egyre többen választják Kerepest lakóhelyül, hogy ez meddig tartható ez, vagy meddig fenntartható? Idővel itt egészségügyi ellátás, óvodai, bölcsödei, iskolai ellátás, tehát olyan kötelezettséget róhat az önkormányzatra, amit már nem is tud vállalni, vagy fenntartani. Ebből a szempontból egy szerencsétlen helyzetben vagyunk, mivel nincsen beleszólásunk. Tehát amennyiben belterület vagy olyan építési területet vásárol meg egy magyar állampolgár, ahol felhúzhat házat, akkor neki jogosult. Eddig ez rendben van, persze a meglevők, de hogy tervezi az önkormányzat, hogy újabb területeket von belterületbe. Pont az a probléma, hogy az elmúlt néhány évnek, másfél évtizednek volt véleményem szerint egy kicsit elhibázott belterületbe vonási koncepciója, aminek az az eredménye, hogy a mostani infrastruktúrális hálózat, tehát konkrétan a csatornahálózat, az kezd telítődni. Olyan területeket kezdtek el most beépíteni, amiknek amennyiben beépülnek, akkor a meglévő jelen pillanatban 300-as lefolyócső, szennyvízlefolyócső előbb-utóbb telítődni fog. Jelen pillanatban még nincs gond, viszont az elkövetkező 4-5 évben, amennyiben ez ilyen ütemben folytatódik, akkor egy extra és nagyon komoly volumenű befektetés lesz, vagy korrekcióra lesz szükség. Értem. 2020, ez a következő gazdasági év gyakorlatilag, és már gondolom látszanak számok, meg sarokszámok a jövő évi a város jövő évi költségvetéséből, vagy mi az, ami most a működést hagyjuk, az biztonságos, meg fog valósulni, ezt mondta korábban. Fejlesztés mit? Tehát melyik utca lakói esetleg mivel szembesülhetnek, hol kezdik el a fejlesztéseket, most itt gondolok infrastruktúrára, akár csatornázásra, csapadékvizelvezetésre, vagy bármi olyan fontos dologra, ami a minőségét, az ott élők életminőségét javítja. Kicsit távolabbról közelíteni meg a válaszadást. Ennyire exaktul nem tudom meghatározni, mivel másfél hónapja vagyok polgármester, és én előtte nem dolgoztam ezen a területen. Igen, bocsásson meg, nem akarok beszélni, csak ugye van gyakorlatilag 8 egyéni képviselő. Gondolom, az egyéni képviselők tartják a lakossággal a kapcsolatot, és vannak nekik igényeik. Erre gondoltam, hogy ők jelezték-e már önnek, vagy önöknek, a hivatal dolgozóinak, hogy mik azok, amik meg kell csinálni, mert nem tartható tovább. Vannak olyan fejlesztések, amiket mindenféleképpen meg kell csináljuk, de ezért is kezdtem, hogy máshonnan közelítem, távolabbról. Nekünk a kampányban volt 3 sarokpontunk, ami roppant fontos Kerepesnek, és a 2020-as év kommunikáltan a rendteremtési évvel lesz. Tehát az a 3 sarokpont, a közrend, köztisztaság, közbeszéd volt. Én szeretném, ha ezt az első évet arra tudnám fordítani, hogy a köztörvényes bűncselekményeknek a száma jelentősen lecsökkenjen, illetve a köztisztasági problémáinkat megoldanánk. Nagyon sok szemét van Kerepes és környezetében, és van egy olyan közhangulat a városon belül, ami majdnem robbanás közeli állapotba vezette a város. No, akkor ezeket tégyünk azért egyenként kicsit bővebben. Alva kezdte, hogy közrend, és ugye köztörvényes bűncselekmények száma. Ön ugye biztonsági szakember. A civil foglalkozás, ugye ebben foglalkozott eddig, ebben is foglalkozott. Igen, Nokiának voltam a biztonsági igazgatója. Ezt gondolom rendőrséggel együttműködően lehet csak megoldani, tehát nem úgy, hogy ön elkezdi, vagy polgárőrséget szervez, vagy bármilyen nem teljesen legális alakulatot. Tehát kell hozzá rendőrség. Arra gondolok, mert ugye mondjuk ki, itt a roma származásúakról van szó elsősorban, mert ez ugye Kerepesnek feszíti a mindennapi közéletét, és a közrendjét, közbiztonságát, ez ugye zavarja, vagy rontja, nem minősíti. Tehát nem lehet megkerülni ezt a kérdést, azt gondolom. Van-e, de mik a konkrétumok? Mit lehet kezdeni? Hogy lehet nekiindulni ennek a munkának? Hogy javuljon a közrend. Azt kérem, nézze el nekem, hogy konkrétumokat megfogalmazok itt a tévében, pont azért, mert szeretném ezt a problémát a jövő év végére valamelyest lenyomni. De amit elmondanék, hogy volt egy nagyon hibás döntés véleményem szerint, hogy Kerepesről a KMB-s irodát elvitték, és Kisztarcsán van, egy kisztarcsi rendőrös, ott vannak a KMB-seink. Az, hogy milyen létszámmal... Ez a körzeti megbízott. Igen, a körzeti megbízott, bocsánat. Az, hogy milyen létszámmal, milyen lefedettséggel tudják ellátni ennek az őrsnek az 5 települését, tehát 5 település tartozik a kisztarcsi rendőröshöz, ez egy rendőrségi kérdés és válasz egyaránt, tehát én ezt nem szeretném kommunikálni. Viszont ettől függetlenül van a lakosság egy véleménye. Én is Kerepesen lakom, és van egy úgynevezett szubjektív biztonságérzete a lakosságnak, ami évek óta, sajnos ki kell, hogy mondjuk, egyre jobban romlik. Ahhoz, hogy ez a szubjektív biztonságérzet visszajöjjön, nyilván kell egy olyan érőerős extra támogatás a területen, ami a lakosságot megnyugtatja, hogy hát lám igen, vannak itt már olyan emberek, akikre támaszkodhatunk. Első lépés, ami részemről volt, hogy fölvettünk 2 közterületfelügyelőt a városba, megcsináltattuk az autójukat, mert ugye rossz állapotba vettem át, és a technikai helyiséget, ahol ők ellátják a szolgálatukat, azt egy kicsit feljavítottuk, és még ez folyamatban van. Ez bővülni fog, tehát a 2 főből lesz 3 rövidesen, remélem még idén. Ezen felül természetesen a rendőrséggel megvan az élő párbeszéd, a polgárőrökkel megvan az élő párbeszéd, többek között pont ma reggel volt a helyi polgárőrvezetővel egy egyeztetésem, illetve most önökhöz a Gödöllői kapitány úrtól jöttem, szintén rendvédelmi egyeztetés volt a téma. Tehát egy olyan koncepcióban gondolkodom, ami a korábbi munkahelyemben, a 8. kerületben egy jól működő koncepció volt, a 8. kerületi mintára, ahol Kocsis Máté korábbi polgármester úr segítségével és valamilyen szinten vezényletével sikerült rendet tenni. Én ezt szeretném sokkal kisebb volumenben megvalósítani Kerepesen, nem radikális megoldásokkal, kizárólagosan csak rendőrszakmai megoldásokkal. Én ezt tudom, mint polgármester támogatni, és ennek érdekében hajlandó vagyok természetesen olyan áldozatokat is, mint polgármester meghozni, ami akár költségtámogatás, eszköztámogatás, mert hiszem az, hogy jelen pillanatban a város fundamenta ugye rend lenne, ez a rend bármilyen statisztikát is mutatnak a lakosság számára, ez jelenleg nincs olyan szinten, ahogy a lakosság ezt el tudná fogadni. Értem, de gondolom, a lakosság segítségére számít mindenképpen ebben, a bejelentésekre, az észrevételekre, tehát merjenek szólni, ha problémájuk van. Így van, merjenek szólni, egy igen innovatív rendszer bevezetésére is készülünk, ezt nem szeretném egyelőre, mert ennek jelentős anyagi háttere is van, tehát meg kell vizsgáljuk a lehetőségeinket, hogy ezt a rendszert be tudjuk-e vezetni Kerepesen, és akkor emellett a 3 közterületfelügyelővel, illetve még kamerarendszernek a kibővítésével jelentős kibővítésben gondolkodom, tehát jelen pillanatban az a rádiós átjelző rendszer, ami van a városon belül, azt én, mivel hogy ebben a szakmában dolgoztam, valamelyest meg tudom állapítani, hogy nem elegendő, és akkor ezt fel fogjuk javítani annak érdekében, hogy egy élő, folyamatos kép legyen a városnak a főpontjairól, illetve visszakövethetőek legyenek olyan személyek, bűncselekmények, elkövetők, feltételezett helyzetek, ami jelentősen segíti majd nyilván a rendőrség munkáját, mert én a rendőrség munkáját nem tudom átvetetni a közterületfelügyelőkkel, csak bizonyos területeken tudnak intézkedni. Jogosítványok tekintetében is nyilvánvalóan nem lehet mindent. Jó, szerintem a köztisztaság az hasonló cipőkbe jár, mert itt is arról szól, hogy ki szemetel, ki szennyezi a környezetet, tehát ez valamennyire összefügg a közbiztonsággal is, tehát ott is a térfigyelő rendszerek és a lakossági észrevételek, bejelentések segítenek majd. Mondta a közbeszédet, hogy itt valami csúnya dolgok történtek. Szerintem Kerepesről méltatlanul az utóbbi időben nem azok a szép dolgok, ami akár a természeti környékbeli természeti szépségeinket jelentik, nem ez terjedt el, hanem ezek a viszályok. Ez köszönhető a közösségi oldalaknak, köszönhető olyan televíziós interjúknak, ami szerintem tartalmi tekintetben méltatlan. A városhoz, személyekhez. Én ez ellen már a kampányban megpróbáltam harcolni, és jeleztem is, hogy ezt nem vagyok hajlandó tovább folytatni. Szerintem az összes fórumon, tévébeszélgetésben, vagy akár a testületi ülésen próbálok jó példával járni annak érdekében, hogy ez nyilván átvegyék az emberek, illetve nem is vagyok hajlandó belemenni az olyan sárdobálásokba, amire úgy gondolom, hogy méltatlan egy köztisviselő. Tehát egyfajta új stílust kell bevezetni. Abszolút. Mindenképpen, kulturáltat, és így Kerepesre ne az jusson a kívülállók eszébe, hogy ott mindig problémák és botrányok vannak, hanem az, hogy egy fejlődő város. Hogyne, tehát tartalom legyen, ne hangerő, ne alpáriság. Jó, így a beszélgetés vége fel, akkor menjünk a pozitív irányban. A kampány során, ha jól emlékszem, ön tett olyan ígéretszerűséget, hogy egyik hobbiának is, vagy a hobbiának is élve áldozva, hogy idegenforgalmi destinációvá, célponttá lehetne tenni Kerepest, és ugye itt a Gödöllői kastély közössége összeköthető lenne. Ez hogy áll? Vagy ebben történt-e már valami, vagy még ez majd csak a következő hónapok feladata lesz? Mivel nagyon elején vagyok, itt természetesen komoly lépések nem tudtak történni, viszont van egy olyan lehetőség, amit úgy gondolom, hogy sikerül a városba bevonzani. Ez ugye konkrétum, és itt a 2021-es vadászati világkiállítással kapcsolatos lehetőségekre gondolok. A mélységét nem szeretném most kifejteni, viszont azt többen tudják, hogy Kerepesnek a közigazgatási határa az lényegesen nagyobb, mint a közvetlen városkörnyezet. Nagyon szép lehetőségek, nagyon látványos lehetőségek vannak Kerepes környezetében, és nem csak környezetében, hanem belül is. Van kis erdőnk, van természetvédelmi területünk, van olyan forrásrész, Csörszárok, Attila védvonal, amiket lehet a turizmus fejlesztésébe elképzelni, és én nem titkolom azt, hogy igen, a pályázatos csapattal szeretnék megvalósítani természetesen egy várostervezési koncepció keretén belül olyan idegenforgalmi lehetőségeket, amit majd a főépítéssel kell egyeztessünk, hogy akkor a városképben mint fog beleilleszkedni, illetve a környékbeli erdészettel természetesen egy élő kommunikációra lesz szükség. Terveztettem már egy kilátót is, tehát vannak szép lehetőségek. Vannak ötletek, vannak vonzerő, növelő beruházások, vagy elképzelések. Ha már itt tartunk, akkor ugye történt itt november 20-án egy választás, ez pedig a Hulladékgazdálkodási társulásban volt, és ott alelnök lett, ugye Juhász István Kisztarcsa polgármester lett az elnök. Nagyon röviden, erre hogy készülnek erre a munkára? Hiszen ez egy nem kis falat, itt a városvezetés mellett. Hiszen nem kis falat, nyilván megfelelő támogatással próbáljuk ezt a falatot megrágni és lenyelni, sőt, mi több, ezt meg is fogjuk tenni. Hát... Tervezzük. Jó, végén, utolsó kérdés, ígérem, nem gyötröm tovább. Egy év múlva találkozunk itt a stúdióban. Rendben. Akkor mivel lenne elégedett? Ha be tudna számolni róla, ami megtörtént Kerepesen, és mindenképpen előrelépés az elmúlt évekhez képest? Megnyitjuk a polisz.hu-nak a közbiztonsági térképét, és azon a bűncselekmények száma az nagyjából hasonló lesz, mint Kisztarcsáé. Most jelenleg 3-szorosa. Ha ez hasonló lesz, elégedett ember leszek. Gyuricza László, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt a stúdióban. Köszönöm szépen. Önöket arra kérem, hogy ne menjenek sehova, hiszen hamarosan folytatódik a Porta. Következő tudósításunk a kisztarcsai Erzsébet Katalin bárról szól majd.